Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, akit ezúton is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök stúdiónkban, és örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, és sűrű programjában tudott ránk szakítani egy kis időt. Köszönöm, hogy itt van. Köszönöm, szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, és hát tényleg mozgalmas időszak van mögöttünk, rengeteg olyan téma van, azt hiszem, hogy mindenkit érdekelni fog. Október 12-én lezajlottak, miniszter úr, a helyhatósági választások. Ön úgy is lehet fogalmazni, hogy gyakorlatilag a kampány időszakban végig a terepen volt. Hogyan látja, milyen volt ez a kampányidőszak, hány helyen volt, hány helyen vett részt programokon az elmúlt időszakban? Egy nagyon érdekes és fontos időszak volt, hiszen 5 évre hoztunk döntést arról, hogy kik legyenek az önkormányzatokban, kik legyenek a polgármesterek, és vigyék a közös ügyeinket. A körzetben 21 település van, és Karcag a székhely. Gyakorlatilag mindenhol a Fidesz győzött, Karcagon pedig kiemelkedő siker született, és ez mutatja azt, hogy a polgári gondolkozásnak, a felelősségteljes munkának vannak elkötelezettjei, hívei, és valamennyi településen az önkormányzati többség is a miénk, tehát ez egy nagyon nagy siker és nagy bizalom. Én szeretném megköszönni ezúton is. Olyan csapattal álltunk fel a körzetben, a nagykunságban, akik képesek összefogni települési vezetők, önkormányzati képviselők, a megyei közgyűlés, amelyet szintén eredményesen szerepeltünk, megnyertünk. Összetudunk fogni azért, hogy dolgozzunk, hogy fejlesztések, munkahelyek legyenek, hogy a közéletben a felelősítés, odafigyelés az legyen általános. Én bízom benne, hogy az elkövetkező 5 évben tudjuk azt a programot teljesíteni, amit vállaltunk. Ezek a infrastruktúrális beruházások, ipari parki fejlesztések, munkahelyteremtés, start munka továbbfejlesztése, tehát rengeteg cél van, ezeket el tudjuk élni. Hogyan látja, miniszter úr, mennyire volt kiéleződött a kampány hangulata, a kampány időszakban? Most először vegyük Karcagot, utána a választókörzetét, hogy hogyan látta ezt a körzetében? Hát a karcagi kampányban a Jobbik volt a Fidesz legfontosabb ellenfele, és én úgy látom, hogy nem válogottak különösebben az eszközökben. Tehát különösen az interneten, illetve ilyen nyomtatott sajtószerű kiadványokban jelentek meg légből kapott állítások, de a magyar emberek felnőttek már ahhoz, hogy ezeknek ne dőljenek be. Én örülök annak, hogy most is egy megfontolt, mérsékelt felfogás győzött a szélsőséggel szemben. Az alpári, felkészületlen, gyakran primitív emberi megnyilvánulásokat a választópolgárok elutasították. Fontos tanulság ez. Én látom azt, hogy a küzdelem ezzel még nem ért véget, mert mindig próbálkoznak, még van valami újabb csúnya ügy, amit próbálnak felfújni, vagy politikai tőkét kovácsolni belőle, de a higgadt közvélemény az ezeket visszautasította. Szerintem a tanulópénzt megfizette a Jobbik ezen a választáson egyértelműen. A parlamenti óta fokozatosan mindig kevesebbet és kevesebbet kapott, és az a polgári erők jelentős győzelmét mutatja. Karcagon itt elindult egy független képviselőjelölt, és a polgármester választáson alig valamivel kevesebb, mint 700 szavazattal előzte őt meg egy olyan párt képviselőjelöltje, aki mögött ugye egy országos párt sorakozott föl, egy országos párt támogatását élvezte, akár erkölcsileg, akár anyagilag. Erről mi a véleménye, hogy mégis ilyen jól szerepelt ez a független jelölt? Ez az ő javára írható, vagy esetleg a Jobbiknak a negatív javára? Hát szerintem a viszonyítás kérdése sok minden, de az a harmadik hely nyilván egy tekintélyes támogatottságnak tűnik a második helyzet Jobbikhoz képest. De szerintem ez annak tudható, hogy az emberek nem csak a Jobbik jelöltjét látják, hanem azt is, hogy ki áll mögöttük, és mivel áll mögöttük például. És ennek köszönhető, hogy akik elégedetlenek voltak a Fidesszel, azok találtak alternatívát és máshol szavaztak. Én az egésznek nem tulajdonítok különösebben nagy jelentőséget, mert Dobos László polgármester úr 2/3 fölénnyel győzött. Ez mutatja azt, hogy a bizalom az ő irányába megvan. Mások irányába pedig hát nincsen meg. Szerintem egy komoly tanulság ez a mostani választás. És egyébként a körzetben gyakorlatilag alig voltak ellenfelek, tehát a Jobbik állított ugyan jelölteket, de elég szerény képességű, szerény társadalmi megbecsültségű jelöltek voltak. Elnézést.
demokratikus koalíció is próbálkozott néhány helyen, a többiek pedig egy nyomokba voltak fellelhetőek, sok helyen a Jobbik jelöltje is, mint hogy vannak ilyen csokoládék, hogy mondjuk mogyoró van benne nyomokban, vagy mandula, tehát körülbelül ilyen szinten voltak a jelöltjeik. Igenis, tudomásul kell venni, hogy a közügyekben a magyar emberek olyanokat bíznak meg, akik a saját területükön már eredményesen szerepeltek, akik hitelesen képviselik az adott közösségnek az érdekeit. Aki pedig ebbe a képbe nem fér bele, akitől ilyen teljesítmény nem várható, azokat le fogják szavazni. Ez történt most. Érdekes dolgot tapasztalhattunk például itt Karcagon is a kampányidőszak során. Meglepődve tapasztaltuk azt, hogy például a Jobbiknak óriás plakátjai, tehát több eszembe is lehet beszélni, óriás plakátjai voltak kihelyezve. A Fidesz például, ugye aki kormányzó párt, ők nem éltek, tehát nem volt ilyen, tehát nem tapasztaltunk ilyet például a városban sem. Erről mi a véleménye, hogy ugye a Fidesz erre nem költött? Hát vannak anyagi határok, amiket mi is, hogy is, nem tudunk túllépni, tehát azért sok tagunk van, akik gyakran plusz befizetésekkel csekeket kapnak, és akkor azon ugye hozzájárnak a kampányokhoz, de azért a takaró az véges. Nyilván ott volt pénz, láttunk már ilyet, amikor 81 néhány lengő plakát volt a városban Vadai Ágnes esetében, mégis nagyon szerény eredményt tudott elkönyvelni. Vagy a tavaszi kampánynál is látszik, hogy a Jobbiknak nem voltak pénzügyi korlátai. A Lukács László György mégis az egyik leggyengébb eredményt hozta össze, utána pedig mégis ő került be a parlamentbe. Tehát szerintem ez mutatja, hogy vannak azért ott olyan háttérdolgok, amik megérik azt, hogy alaposabban odafigyelünk. Itt akár az orosz szálakra elég gondolni, a KGB Bélára, akár a helyi háttérre. De szerintem ezen túllép most, ha úgy tetszik, a történelem. Tehát most igenis bizonyítani kell, ez komoly kihívás egyébként a kormányzás vonatkozásában és a helyi önkormányzatoknál is. Bizonyítani kell, többet kell tennünk, mint az elmúlt 4 évben, hiszen akkor az ország alkotmányos átalakítása, az önkormányzati rendszernek a fölállása, a gazdaságnak a talpraállítása megkezdődött. De most, mint ahogy az egyébként természetes, még többet kell tennünk, még több eredményt kell majd fölmutatnunk, hiszen jobban teljesít Magyarország, de azért ez még nem annyira jó, hogy elégedettek lehessünk vele, és ez mindig újabb és újabb munkára sarkal bennünket, engem is. Miniszter úr 20 évig volt Karcagváros polgármestere, ugye 2010-től miniszter. Hogyan látja, hogy például ez a választás is igazolja az elmúlt 20-25 éves munkát? Szerintem sok szempontból igazolja, hiszen bár egy némileg más korszak volt, megvan az a közösség, amely támogat bennünket, támogat engem is. Itt a karcagi polgári gondolkozású mezővárosi réteg, a redemptus réteg, amelynek az értékítélete mérvadó, a munkatisztelete, megbecsülése, a hagyományok, a közösség értékének a fölvállalása, ez egy nagyon fontos érték, és ez az építkezés az, amely a jövőre is bizakodással tölt el bennünket, és én ahol most dolgozom, ott is ezt igyekszem végvinni, hogy igenis meg kell küzdeni a mezőgazdaságban, meg kell küzdeni az élelmiszergazdaságban, de szívős munkával eredményeket lehet elérni, sőt, az igazi eredmény az, amit munkával érünk el, nem valamilyen spekulációval, vagy ott a háttérből, vagy nem tudom, valami sötét paktumokkal. Mi igenis dolgozunk, a magyar mezőgazdaság teljesítménye 30%-kal nőtt az elmúlt 4 évben, erre nem nagyon volt példa, korábban nőtt a foglalkoztatottak száma is, és bármilyen gonddal, orosz embargó, kiszámíthatatlan időjárás, különböző járványok, háborúk kellett megküzdeni, akár a belső piacok esetében, akár az exportpiacokban, hiszen látszik, hogy vannak gondok, előbb-utóbb mindegyiken órá tudtunk lenni, és ezt az eredményt ezt csak úgy tudtuk elérni, hogy összefogtunk, és tényleg napról napra, centiről centire gyűltük le az akadályokat, amelyek előttünk tornyosultak. Ott voltunk a választások éjszakáján, ugye a Fidesz eredmény várójába folyamatosan érkeztek a részeredmények, a választási előzetes eredmények, tehát folyamatosan ugye mi is kaptuk az impulzusokat, az információkat, és a körzetben nagyon sok helyen, tehát több helyen is változott az önkormányzat, akár összetétele, akár a polgármesterek személye.
Ezt hogyan értékeli miniszter úr? Ugye most itt arra gondolok, akkor beszéltünk erről, hogy voltak eddig olyan emberek, akik 5, 4, 8, 12 évig voltak egy-egy város élén, és most tehát úgymond bebetonozott polgármestereknek tekinthettük őket, és most személycserék történtek. Mást választottak meg az emberek. Az emberekkel összefogva leváltottuk azokat a településvezetőket, akik az adott város vagy falu fejlődésének a legfontosabb akadályát képezték. Tehát Tiszafüreden például Pintér Erikát vagy Márki Sándort itt Kunmadarason azért küldték el az emberek, mert pályázatokat nem adtak be, leálltak az építkezések, nem volt fejlődés, munkahelyek szintek meg nem lettek helyettük újak. Csak egy madarasi példát mondjuk, ott van a laktanya, ugye 12 éve vette át a madarasi önkormányzat nagy tervekkel, és akkor meg lehet nézni, hogy mi valósult meg belőle, hát valami kevés. És ilyenkor bizony csomagol a településvezető, és kell más, aki egy újabb polgármester, aki hasznosítja a lehetőséget, amik a község számára adottak. És ez máshol is megfigyelte, ugyanez meg volt Túrkevén, és ahol eljárt az idő a város vezetője fölött, nem tudott már a jelen korhoz alkalmazkodni, sikereket felmutatni, átadott egy félkész vágóidat például, ami teljesen abszurd, egy vágópontot, ahelyett, hogy a munkát elvégezte volna. És az emberek büntetnek, levették ezeket a településvezetőket, és a Fidesz-KDNP támogatottjait, jelöltjeit választották meg. Hiszen, ahogy említettem, mi itt a térségét együttműködve, együtt dolgozva tudunk igazán sokat tenni, és egyáltalán nem mindegy, hogy egy fejlesztésnél felvonulna az összes önkormányzat, és azt mondja, hogy szükség van mondjuk egy négyes főútnál, hogy gyorsuljon a négy sávú kiépítés, vagy pedig hiányzik valaki ott a tárgyalóasztal mellől, mert nem hajlandó részt venni a közös munkában. De ez érvényes a kórházi kapacitásokra, energetikai fejlesztésekre, a közlekedés biztonságot javító fejlesztésekre egyaránt. Fontos-e az, hogy a választókörzetben a települések tartsák a kapcsolatot és együttműködjenek? Hát ez a siker kulcsa, és ez nagyon szépen haladt az elmúlt években. De az is fontos, hogy kreatív településvezetők legyenek, olyan polgármesterek, akik látják azt, hogy igenis tenni kell, jó ötleteik vannak, összegyűjtik az emberek véleményét, megfogalmazzák azt, ami esetleg kicsit ködös elképzelés, és utána valóra váltják. Hát itt Karcagról nem biztos, hogy ez látszik, de jó néhány önellátó falu van a környékünkön, ahol a start munkában nyulat tartanak, kecskét, van feldolgozó kapacitás, már egy kis területet is művelnek, hízalda van, tésztaüzem, munkaruhát gyártanak, és így tovább. Tehát szinte mindenkinek munkát tudnak adni. Ez nagyon fontos a mi számunkra is, mert Karcagnak komoly vonzás közete van, hogyha szegényedik, akkor nekünk sem jó, hogyha pedig anyagilag erősödik, akkor mivel ide járnak vásárolni, étterembe, kórházba, akkor itt költik el a megszerzett bevételt, és ezáltal a gazdaság itt is jobban pörög. Tehát a környéknek, a körzetnek a felzárkóztatása a gazdaságban van is nagyon fontos téma. Hogyan látja, mi a következő év legfontosabb önkormányzati feladata, vagy feladatai, hogyan kell felkészülni az önkormányzatoknak majd a 5 év múlvai választásokra? Változott az önkormányzatok feladatrendszere. Most a kulcskérdés az, hogy miképpen tudnak gazdaságszervező erővé lépni, előre lépni. És itt a karcegi önkormányzat kezdő pozíciója jó, hiszen eddig is komoly szerepet vállalt például az ipari parki fejlesztésekben. Van néhány olyan vállalkozás, strandfürdő, csemeteket, zöldségtermesztés, amely ígéretes. Ezt a gazdaságszervező, gazdaságban való részvételt jelentő feladatot kell bővíteni. Itt nagyon fontos, hogy minél több a startmunkába, például startmunkába rejlő lehetőséget használjon ki a város területek megművelésével, késztermék előállítással. És egy másik szervezési funkció például a piac, a helyi értékesítés, helyi feldolgozás, ahol szintén elindultunk egy irányba, hogy minél több helyi termék legyen. Ez a paletta bővíthető, itt még hatalmas tartalék van. És a sor végére tettem, ami kézenfekvő az ipari területeknek a hasznosítását, ugye az ipari park, a volt téglagyári terület, még meglévő szabad kapacitások is vannak iparterületeknél, tehát hogy itt is minél többet
tudjunk fejleszteni, és minél több munkahely létesüljön. Most is folyamatban van egy műanyag feldolgozó kísérletezéssel, illetve kutatásra is foglalkozó cég csarnokának az építése az ipari parkban. De elkezdtük, nem könnyű itt a mezőgazdasági környezetben az iparfejlesztés, de nem fogjuk abba hagyni, és én bízom benne, hogy itt több száz munkahely tud létesülni. A közlekedési helyzetből adódó lehetőségeket is ki tudjuk használni, hiszen most olyan vasúti fejlesztés zajlik például az elkövetkező 4-5 évben, azért a 4-esénél is javulni fog a helyzet. Jól tudjuk, hogy megkezdődött az építkezése Szolnok északi elkerülőnél, ami lehozza a 4 sávot tulajdonképpen Fegyvernekig, gyorsítja a közlekedést, elkerüli a megyeszékhelyet. Ez mind-mind olyan adottság, amellyel tudunk élni. Közelebb lesz Budapest, de a rajtunk átmenő utakon keresztül a erdélyi, illetve ukrajnai piacok is. Van esetleg arra valami ígéret, vagy valami terv, vagy valami kis háttérinformációja, hogy a 4-es, ugye mindig ez foglalkoztatja a karcagi embereket, hogy jön esetleg majd erre felénk jobban az esetleg, hogy vagy autópálya, vagy 4 sávosítás. Hát ez egy elég friss adat, foglalkozott a kormány ilyen kérdésekkel. Most ami körvonalazódik, hogy a 4-es, az 5-ös autópályán keresztül lesz bekötve, ott már most is van egy 2 sávú szakasz Albertírsától az autópályáig, és utána az Albertírs, a Cegléd, Abony, Szolnoki szakasz 4 sávúra lesz átépítve ebben a ciklusban, tehát 2018-ig reményeink szerint. A mostani Szolnoki szakasz az, én bízom benne, nem emlékszem pontosan határidőre, hogy jövőre elkészül, és akkor tulajdonképpen egy nagy szakaszon már viszonylag kényelmesen lehet közlekedni. A 4 sávnál felüljárók lesznek, viszonylag kevés szintbeli kereszteződés lesz. Itt a következő lépés az, hogy akkor Fegyvernek és Kenderesi elkerülő kell, hogy megépüljön. Ennek még a pénzügyi oldalát azt nem lehet látni. De egy másik irányba is van kedvező fejlemény, tehát a Püspökladány debreceni szakaszon is útfelújítás várható, illetve a 3-as autópálya kikötése Biharkeresztesre leveszi a tranzit forgalom egy részét. Tehát ott a kamionforgalom nem a 4-esen keresztül menne akkor, hanem a 3-as autópályán keresztül Budapest irányába. Tehát azért mondtam ezt el, hogy a közlekedésnél nem csak az úthálózat, maga a forgalmi terhelés is nagyon fontos. Tehát a forgalom egy része az innen máshová kerülne, aki közlekedik a 4-esen, már pedig én igazán gyakran szoktam menni, az látja, hogy hihetetlen kamionforgalom van éjjel-nappal. Tehát hogyha annak egy néhány százalék, a 10-20-30 százalék és máshova kerül, már jelentős könnyebbség. De a legfontosabb nyilván az, hogy ez a Szolnoki elkerül, a több Tisza híd is épül, minél hamarabb befejeződjön, és akkor megint körülbelül egy negyed órával vagyunk közelebb Budapesthez. Haladunk ezzel a munkával, hát nem könnyű, mert azok az EU-s pénzek, amelyek alagutakba mentek, ahol nincs is domb, meg völgyhídba, meg nem tudom hová, olyan autópálya szakaszokra, hogy alig van rajta közlekedés, azok innen hiányoznak, amit egyszer oda megépítettek, az sajnos a 4-esnél már nem pótolható, de nem tettünk le arról, hogy ez a 4 sávosítás ez megtörténjen, és ahogy említettem, ebben a ciklusban ez reményeink szerint elkészül. Milyen eredményeket, eseményeket emelnek ki a közelmúltból itt a választó körzetében, amelyek esetleg a legfontosabbak voltak? Tudom, hogy nagyon sok felé járt, de mi az, amit úgy kiemelne? Akár beruházások tekintetében, üzemeltadások tekintetében. Jó néhány történet volt akár az idejére is, hogyha visszatekintünk például a karcagi ipari parkban, a új hulladékfeldolgozó, újrafeldolgozó átadása, illetve a vasúti korszerűsítés és a felüljáró, aluljáró építés, szerintem ezek a legfontosabbak, illetve a Karca-Kumadarasi út, hogy elkészült. Itt a Füzesabonytól, illetve Tiszafürettől Kunhegyesig tartó 34-es felújítás is szerepel a tervekben, csak így zárójelben mondom, tehát akkor ott is egy teljes rekonstrukció meg fog történni. A Tiszatavi templomok útján projekt, ami folyamatban van, ezt indítottuk nemrégében, és egy turisztikai látvány fejlesztése is összefügg, szintén komoly hatása van Karcagra is. Hát jó néhány olyan közmű beruházás történt, csatorna, belvíz, szennyvíz, amelyekre én külön nem akarok kitérni. Ezek egyenletesen osztanak el a körzetben, és az elmúlt években már elég sok időt, energiát követeltek tőlem is, hogy ezeket a programokat szépen egyenként átsegítsük.
De amit én különösen fontosnak tartok, hogy itt Karcagon, és ez nem egy befejezett dolog, látszik az, hogy továbbra is építkezések zajlanak. Városháza, Déliné, a szociális otthon, hogy csak néhány nagyobbat emeljek ki. Beszéljünk most miniszteri feladatairól. Az egyik, a közelmúltban az egyik legfontosabb volt ugye, hogy elindították az Alma kampányt. Hogyan reagáltak az emberek? Mi az, amit ezzel kapcsolatban meg tud osztani a kedves nézőkkel? A rekordtermés van almából, és ennek a eladása, értékesítése, feldolgozása az nem egy kis feladat. Az egyik tanulság az, hogy almahiány lépett föl, étkezési almahiány, legalábbis az elején, amikor indítottuk a kampányt, mert én azt mondtam, hogyha sok alma van, hát vegyük meg, fogyasszuk el, 15 kg az alma fogyasztás, ez mielőtt a déli gyümölcsök ilyen nagy mennyiségbe beérkeztek az országba, a duplája volt, tehát ez nem lehet gond, hogy elfogyjon, és a termelők nem győzték szedni, illetve lehet, hogy valami másra váltak, de a lakossági érdeklődés az nagy volt, úgyhogy több alma akció szervező is hozzánk fordult segítség, hogy szerezünk termelőt. De aztán beindult, és az étkezési alma az gyakorlatilag eladható, az a fölösleg az eltűnt. Ez mindenképpen egy pozitív. Szabolcsi alma termelő írta nekem most, hogy azzal nem is volt gond. Persze augusztusban mondták, hogy gond van, de közben, ahogy említettem, fölvásárolták. A léalmának valót pedig az állam egyik szervezet, a kereskedőház kezdte el fölvásárolni, készletezni, hogy amikor majd az árak normális szintek kerülnek, akkor értékesítsük. Még mindig nagy lehetőség van az almában, aki almapálinkát akar készíteni, szerintem ilyen jó minőségű almából, ilyen áron nem egy könnyen tud alapanyagot szerezni az elkövetkező években, tehát én javaslom, hogy ezt a lehetőséget ne hagyjuk ki. Ezért is csináltunk most egy ilyen pálinka főzdei bemutatkozás diplomaták részére, sajtóképviselők részére. Hogy fogadták, hogy sikerült? Nagyon jó volt. Érdekes volt, mert volt egy ebéd is, és ugye almapálinkát is ismerték a külföldiek, de olyan országokon almát termelnek, ennek még nem ettek például almalevest a nagykövetek, olyan országban. Tehát ugye almából készült ételeket is. Almaleves volt, almaszósz volt a húshoz, és almás rétes volt, tehát nem volt egy túl nagy menü, de az alma az jól láthatóan szerepet kapott benne. Ez mutatja azt, hogy milyen sokféle célra jó egyébként az alma, de a külföldiek nem is gondolták, hogy például almából leves lehet készíteni. Mondtam, hogy ez teljesen általános, ilyenkor van a szezonja, most kell venni, most kell almalevest is nyáron, nyári almából, ilyenkor pedig a őszi almából lehet kiváló almaleves készíteni. Ez azért fontos, látszólag kis dolognak tűnik, de azért fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen lehetőség van előttünk, és egy példát mutassunk azok számára, akik például tévénézőként a celebeket kísérik, a politikusokat, vagy a botrányokat, vagy a katasztrófa filmeket, és így tovább a katasztrófákat, hogy, és ez befolyásolja a gondolkozásukat, és sok ilyen embertársunk van, hogy akkor tudunk jó irányba is befolyásolni, hiszen ha most sok alma van, akkor most kell almát venni, és mindenki jól jár, a termelő el tudja adni, a vásárló pedig olcsón, jó minőségű gyümölcshöz jut. És hogyha ételt készít belőle, akkor nem egy tasakos porleves vásárol, amivel mondjuk egy nagy multicég termékeit részesíti előnyben, hanem magyar élelmiszer kerül, jó minőségű magyar élelmiszer kerül az asztalra. És a diplomaták pedig azért jók, mert őket figyeli a közvélemény, figyeli a saját országok is, és elviszik ráadásul a jó hírünket egy kellemes rendezvényről, ami azért nem egy ilyen gigaberuházás méretű költségvetéssel rendelkezik, ez nyilvánvaló. Tehát ez egy nagyon jó kis program, de bízom benne, hogy a pálinka készítők azok is kedvet kapnak. Ez egy kampány zárása volt tulajdonképpen az alma értékesítésnek. Most előttünk jön a hal és a disznótoros szezon, tehát mindig van valamilyen kampány, amire szükség van, szintén hasonló okok miatt, hogy hívjuk fel az emberek figyelmét arra, hogy mi az, amit érdemes venni, fogyasztani, ételrecepteket előveszik, vannak főzőműsorok, a tévéből bemutatják. De folyamatosan sikeres volt például tavaly is, tavaly előtt is a hal kampányuk. Halfogyasztás 20%-kal nőtt. Egy 14 millió forintos volt, úgy emlékszem, a kampány, és az egész ágazatban pedig több száz millió forintos bevétel lett. Tehát ez mutatja, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Az elkövetkező években a magyar mezőgazdaság számára jó néhány feladat áll előttünk. Az egyik legfontosabb a marketing, tehát a reklám, hogy a magyar élelmiszerekre fölhívjuk a figyelmet, illetve hogy az adott élelmiszereknél tegyük rendbe az úgynevezett termékpályát,
Tehát az alma esetében is ugye vannak a termelők, vannak akik raktároznak, vannak akik feldolgoznak, a feldolgozók egy része külföldiek kezében van. Tehát oda valószínű, hogy olyan agrártámogatást kell majd indítani, ahol a helyi termelők újra feldolgozó kapacitást tudnak kiépíteni. És aztán még van egy probléma, maga a piac, ahol ugye látszik, hogy nem okvetlenül az orosz export mennyisége miatt, hanem amit mások nem tudtak ott eladni, az is keresi a helyét. Tehát olyan piacok kellenek, ahova a mi fölöslegünk értékesíthető. Ez lehet akár Kína, mert az alma sűrítmény formájába is eljuthatható, vagy húsárunknál például most Japán esetében tudtunk előrébb lépni, egy nagy vásárló, mangalica húsnál, a kínaiak is érdeklődnek. Én a jövő héten egy marhahús kivitelre vonatkozó dokumentumot tudok aláírni a kínaiakkal, és ez más termékekre is érvényes, hogy szépen rendbe kell tennünk az értékesítési lehetőségét, magát a termékpályát. És akkor a jövedelem az megvan a gazdák számára, munkahelyek jönnek létre, és mi is biztosak lehetünk abban, hogy az a megbízható jó magyar élelmiszer az a holnapi napon, meg a holnap után is ott lesz az asztalunkon. Ha már almalevest teszünk, akkor így tél közelettével jó az, hogyha kellemesen meleg fűtött szobában tudjuk ezt az almát elfogyasztani, vagy az almalevest. Tűzifával segítenek a rászorulókon. Mit tudhatunk erről a tűzifa kampányról, tűzifa akcióról? Az állami erdészetek részéről indítottunk egy ilyen kampányt néhány héttel ezelőtt, és hát komoly érdeklődés van, ez egy árcsökkentett kategória, tehát lejjebb vittük az árat 10%-kal, komoly érdeklődés van. És hát ez több ezer család számára jelent könnyebbséget, illetve befolyásolja nyilván a piacot is. Az országban 1 millió hektár állami erdő van, onnan kerül ki ez a tűzifa. Szeretnénk ezt jövőre is majd megcsinálni. Hungarikum napokat, Hungarikum fesztiválokat tartanak egyre több helyen és egyre többször az országban. Miben rejlik a hungarikumok ereje? Ugye, és nagyon örülünk annak, hogy például a mi karcagi birkapörköltünket is szerte az országba, szerte a világban most már megismerhették. A hungarikumok azok a magyarság csúcs teljesítményei, és valahol szerintem az emberek lelkéhez is közel áll. Mindig van olyan közösség, akinek fontos egy-egy ilyen értéke, és én látom azt, hogy a hungarikumok mert kezd kialakulni egy értékőrző mozgalom is, hiszen nem biztos, hogy valami az országos értéktáv vagy a hungarikumok közé bekerül, de helyben azért lehet egy nagyon komoly hagyomány, egy érték, akár mondjuk egy helyi hímzés, nem csak élelmiszer lehet hungarikum, egy adott tájra jellemző néprajzi kincs, vagy akár természeti érték is kerülhet ebbe a körbe, és aztán szépen haladhat fölfel a értékpiramisban, de a Hungarikum Bizottság, amelynek az elnöke vagyok, az egy döntéshozó szerv, nem fölterjeszti a hungarikumokat, hanem a javaslatokról foglal állást. És én bízom benne, hogy egyre több ilyen javaslat érkezik, ami már volt előttünk, 41 néhány hungarikummal dicsekedhetünk, az mindegyik olyan, hogy vállalható, bár piszkálgatják néha meg a bizottságot is, de nyomós érveink vannak amellett, hogy rászavaztunk, hogy bekerüljön ebbe a körbe, és van persze néhány, ami nem került be, annak is megvan a maga indoka. Én büszke vagyok arra, hogy Karcagon a birkapörkölt, amely egy hagyomány, egy kultúra kifejezője is az ezek között a értékek között szerepel, de van jó néhány másik, például a csabai kolbászínen a közvetlen közelből egy példa azonnal előttünk van. Voltak viták, és lesztek is biztos, amikor egy-egy döntést hoz a bizottság. Én láttam azt, hogy akik számára a magyarság értéke olyan túlságosan sokat nem jelentenek, azokat a hungarikumok sem érdeklik, esetleg piszkálgatják őket, de amikor van egy-egy hungarikumos rendezvény, ilyen volt több a elmúlt időszakban is, például a Túrkevén, akkor az embereknek a jókedve, elégedettsége az, hogy ezeket az értékeket mennyire szeretik, engem mindig megnyugtat. A busójárástól kezdve, a hímzéseken keresztül, a birkapörkölt, a kalocsai minta mind ott volt egy helyen, és az emberek lelkében ott az őt megillető megbecsülésben részesül. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, már a megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra.